Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a nyári élelmiszer ellenőrzések lesznek, vendégem pedig Szibert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági és földhivatali főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önt is és a nézőket is. Illetve hát mellékszár, de előtte néhány szót váltsunk a Magyarok kenyere 15 millió búzaszöm összeöntés programról, hiszen találkoztunk Lajos Komáromban. Miként éli meg egy szakember az összeöntés ünnepét esztendőről esztendőre? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szívet melengető kezdeményezés volt, 10 év óta tart, és mivel személyes érintettségem is van, hogy ez az egész Kárpát-medencére kiterjesztésre került, és valamennyi magyar lakta területre elkerülnek ezek a búzából készített örlemény, vagy maga a kenyér, ezért nagyon fontosnak tartom. Van gesztusértéke, egyrészt megmutatjuk a világnak azt, hogy a határok egy dolog, az egy történelmi állapot, de a magyarság az a Kárpát-medencében él, és még hogyha több országra is vagyunk szétszórva, attól mi még egy nemzetet alkotunk, és ez amellett, hogy ugye megyei főállatorvosként természetesen segítem ezt a kezdeményezést itt Fejér megyébe, de a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnökeként folyamatosan találkozom a különböző régióinkban ezzel a kezdeményezéssel. Jó, ezt szerettem volna kérdezni, hiszen ez valóban fontos, hiszen Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke is kiemelten fontosnak gondolja ezt, és ráadásul a gazdák itt Fejér megyében szintén nagyon sokan csatlakoztak, és ez így van rendjén. No, de hát amiért jöttünk, az a koronavírus járványt követő élelmiszer ellenőrzések elindultak. Ugye megszoktuk, hogy az elmúlt időszakban ugye fókuszban a nagy rendezvények voltak, úgymond azok a fesztiválok, amelyek rengeteg embert mozgattak meg. Hát most ilyen nincsen. Ugyanakkor az élelmiszer ellenőrzések továbbra is nagyon fontosak, hiszen kinyitottak a strandok, és azért most már különböző rendezvények is vannak, emellett pedig értelemszerűen fókuszba kerül az ellenőrzés sorozat. Vegyük sorban talán, hiszen a strandok kinyitásának azt hiszem mindenki örül, viszont nagyon fontos, hogy biztonságban érezhessük magunkat, mármint a strandoló fogyasztó. Igen, hát minden évben ilyenkor nyáron hatóságunk kiemelt ellenőrzéseket végez azokon a területeken, ahol a legnagyobb élelmiszerfogyasztás történik, ezek a turisztikai tömegeket vonzó események. Hát elmúlt években biztos, hogy az ellenőrzéseinknek a felét a különböző rendezvények ellenőrzései tették ki, mert az egy kicsit más mindig, mint a fix egész évben vagy hónapokon keresztül működő büfék ellenőrzése. Most ezek a rendezvények egyelőre elmaradtak, viszont így tudtunk fókuszálni más területekre, és idén is július 1-től egészen augusztus végéig, augusztus 20-áig kiemelten ellenőrizzük a strandokat, az ott levő élelmiszerforgalmazást, emellett természetesen a táborokat, ahol szintén élelmiszerfogyasztás, forgalmazás történik, de odafigyelünk az élelmiszer előállító helyekre, illetve a szezonális zöldség-gyümölcs forgalmazó helyekre is. A strandokon kicsit kiegészült az ellenőrzésünk egyfajta tájékoztatással is, ugyanis a koronavírus járvány bár egy kicsit csitult, de természetesen folyamatosan figyelnünk kell mindannyiunknak arra, hogy ne induljon el egy újabb járványgörbe, tehát az élelmiszer vállalkozókat is felkészítjük arra, hogy milyen fertőtlenítőkkel, milyen szabályokkal védekezhetnek, illetve védekezésre sarkalhatják a saját fogyasztóikat. A nyári idegenforgalmi időszak slágere természetesen a strand és a strandbüfék, a későbbiekben a többiről is beszélünk. Hát nyilván lángos, grillhúsok, fagylalt, üdítő, csapolt sörök, és így tovább. Milyen tapasztalataik vannak mindeddig?
Azt kell, hogy mondjam, hogy pozitívak a tapasztalatok. Minden évben azért természetesen vannak problémák, főleg ezek a pörgésből, a hirtelen megnövekvő forgalomból adódó higiéniai problémák, de találkozunk nyomonkövetési hibákkal is, például, hogy valakik nem tudják bizonyítani az alapanyagok eredetét. Ilyenkor az az alapanyag addig veszélyesnek minősül, amíg meg nem kapjuk azt a dokumentumot, ami bizonyítja, hogy egy engedélyezett helyről lett vásárolva. Természetesen ilyen esetben addig nem forgalmazhatja, illetve nem használhatja föl az egység azt a terméket, amiről ő hitelt érdemlően bizonyítékot nem tud nekünk szolgáltatni. Tehát a szántóföldtől az asztalig elv bizonyos értelemben. Így van, és ennek érvényt is szerzünk, mert gyakorta olyan vizsgálatokat is végzünk, hogy leemelünk a polcról egy terméket, és végigkövetjük egészen a szántóföldig. Ha természetesen az képletesen mondva egy másik ország terméke, akkor a határokig biztos, hogy nyomon követjük azt a terméket. A fagylata voltak problémák az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy egyébként a személyes tapasztalat is, hogy mintha változtak volna. Tehát sokkal inkább figyelnek a különböző árusítóhelyek gazdái. Hát nekünk is jók a tapasztalataink. Ennek ellenére a jelölési, illetve hűtőlánc vizsgálatokon kívül mintavételezéseket is végzünk fagylaltok esetében is, ahol mind a mikrobiológiai tisztaságát vizsgáljuk a terméknek, mind a terméknek az összetételét, hogy nem tartalmaz-e mondjuk olyan festékanyagokat, amelyek az élelmiszerláncban nem felhasználhatóak, így veszélyesek lehetnek. Egyelőre az eddigi mintavételeink mind jó eredményt hoztak, tehát azok a vállalkozók, akik ilyen termékeket forgalmaztak, és mi leellenőriztük és mintát vettünk onnan, azok megfelelő terméket forgalmaztak. Én is úgy látom, hogy a fagylalt kínálat nagyon tág spektrumú. Vannak kimondottan minőségi finom fagylaltokat előállítók, akik az alapanyagra is komolyan odafigyelnek. Vannak, akik természetesen inkább a mennyiségi volumenre mennek rá, de az ellenőrzéseink tapasztalata alapján az ő termékük is biztonságos. Innentől a fogyasztóra van bízva, hogy melyik árfekvésű, illetve melyik minőségű terméket választja. Ha minőséget nézzük, akkor szintén falsos kérdés a grillhúsok és a lángosok helyzete. Itt hogy állunk? Idén is kiemelt termék a fűszerezett, előkészített húsok ellenőrzése, ugyanis néhány éve jött divatba, hogy nem egyszerűen nyers húsként vásárolják meg a fogyasztók a grillezés alapanyagát, hanem tulajdonképpen már egy úgynevezett előkészített terméket vásárolnak, ami be van pácolva, be van fűszerezve, és tulajdonképpen csak a grill lapra kell feltenni, és meg kell sütni. Ez egy kockázatosabb termék, azért is hívják előkészített húsnak, és itt is mintavételezésekre került sor, de itt is pozitívak a tapasztalatok, egyelőre kifogásolt termékkel nem találkoztunk. Nyáron nem csak a strandbüfék forgalma nő ugrásszerűen, hanem a nagy élelmiszerláncok, a kisebb boltok és a zöldség-gyümölcsüzletek, és mivel szezonja van a zöldségnek és a gyümölcsnek, azt hiszem, hogy ez is kiemelten fontos vizsgálat szempontjából. Igen, külön osztályunk foglalkozik a zöldség-gyümölcs forgalmazással, és az ő ellenőrzéseik tapasztalata is megfelelő, hamisítással, illetve nem megfelelő tájékoztatással eddig a kiemelt ellenőrzéseink során nem találkoztunk. Tehát ez mind-mind a megyei élelmiszervállalkozókat dicséri. Nagy port kavart, bár az ellenőrzés még nem ért véget, az elmúlt napokban kaptuk a hírt, hogy az Arany Korona ZRT-nek vissza kellett vonnia a tojásait, amit szalmonella fertőzés okán.
Mit kell erről tudnunk? Csak kivonatosan, hiszen az ellenőrzés még nem ért véget. Így van. A hatósági mintavétel során az állatok bélsorából szalmonella baktériumot mutattunk ki. Ilyenkor az élelmiszervállalkozó kötelezettsége, hogy az általa termelt élelmiszer, jelen esetben a tojások a fogyasztóktól visszavételezésre és visszahívásra kerüljenek. Ennek az élelmiszervállalkozó eleget is tett, ugye ő nagyobb láncoknak forgalmazza ezeket a termékeket, és ilyenkor az áruházláncoknak a következő kötelezettsége, hogy az általuk forgalmazott ilyen termékeket visszavegyék, visszahívják, de talán ebben az esetben ez egészen jól működik is. A média pontosan lehozta azokat a tétel megnevezéseket, amelyek gyanúsíthatóak, hogy ezzel a baktériummal találkoztak, tehát azokat visszaveszik ezek az áruházláncok. Nos, menjünk tovább. Nem csak Székesfehérváron, de Székesfehérváron is, hála Istennek, ismét vannak táborok. A Töpörtyüktől a Nagyocskákig számtalan különböző tematikájú táborban vehetnek részt, de nagyon fontos a táboroknál, hogy milyen körülmények között juthatnak reggelihez, ebédhez, vacsorához. Mire kell ilyenkor figyelniük az ellenőrzésekkor? Így van, hát én is szülő vagyok, tehát tudom azt, hogy akkor érezzük biztonságban a csemeténket, hogyha az általa elfogyasztott élelmiszer is megfelelő biztonságú, illetve megfelelő minőségű. Ezért a táborok tulajdonképpen két nagy részre oszthatók. Vannak, akik az étkezést vagy az étkeztetést azt valamilyen másik cégnél, másik cég által üzemeltetett vendéglátóhelyen oldják meg, vagy onnan egyedi kiszállítással. Ilyen esetben természetesen azt az egységet vizsgáljuk, aki ezt a kiszállítást vagy étkeztetést végzi. A másik nagy csoportja a táboroknak, akik maguk főznek. Ilyenkor természetesen ennek az egységnek is úgynevezett külön engedéllyel kell rendelkezni, ami azt jelenti, hogy még az egység működésének megkezdése előtt leellenőrizzük a helyet, hogy megfelelően biztonságos ételkészítés megoldható-e ott, és kap erről egy külön engedélyt. Ilyenkor, amikor már működik ez az egység, akkor ezt az engedély meglétét vizsgáljuk, és hát természetesen, mint minden vendéglátó helyen, vizsgáljuk a személyzetnek a higiéniáját, illetve a technológiának a higiéniáját, az ételkészítés higiéniáját, és hát itt is odafigyelünk a hűtési lánc betartására és a nyomon követésre, mert csak olyan alapanyagokat használhatnak föl az ilyen táborokban üzemeltetett konyhák is, amelyek engedélyezett helyről származnak. Ha kivonatosan az eredményekről és a tapasztalatokról már beszéltünk, de azért most foglaljuk össze, hogy eddig milyen tapasztalatokkal bírnak. A tapasztalataink úgy összességében jók, de hát mindig azt szoktam mondani, hogy egy eset is elronthatja ezt az összképet, főleg ha valaki mondjuk azon a vendéglátóhelyen evett, amelyet kénytelenek voltunk rövid időre a működését felfüggeszteni, higiéniai problémák miatt. Tehát aki itt evett, az biztos, hogy nem jó emlékekkel távozott. Három olyan egység volt az eddigi ellenőrzéseink során, ahol hosszabb, rövidebb ideig tevékenységet kellett korlátoznunk nem megfelelő higiéniai körülmények között. Az egy pékség volt, egy bolt, illetve egy vendéglátó egység. Én azt gondolom, hogy mivel nagyon nagy számú, főleg a Velencei tó környékén a vendéglátóhelyek száma, ez összességében nagyon alacsony százalék, de hát arra kéne törekedni minden egyes élelmiszervállalkozónak, hogy Fejér megye területén egy olyan egység se legyen, amelynek a tevékenységét korlátoznak kell. Ez álom, de szép álom, de jó úton haladnak. A másik, ami nagyon fontos kérdés, ugye 2020. január 15-ét írtunk, amikor megjelentek a sertéshúsokon a zászlók. Azóta júliustól már a csirkehúsokon, zöldségen, stb. Ez egy
érdekes kezdeményezésnek tűnt, aztán kiderült, hogy igenis van létjogosultsága. Na most ennek tükrében az ellenőrzések során mit tapasztalnak, betartják ezt az árusok? Ja, és hogy miért volt leginkább erre szükség, arról beszéljünk. Hát ezt én is egy nagyon jó kezdeményezésnek tartottam, és tartom jelenleg is, ugyanis egy dolgot figyelembe kell venni, hogy a jogszabályok azok mindig a fogyasztók érdekében történnek, és mi fogyasztók, kicsit magamra is gondolva, elég gyorsan szeretünk vásárolni, és annyi információ ömlik ránk, hogy nem mindenki olvassa végig azokat a táblázatokat, azokat a jelöléseket, amelyek a különböző csomagolt élelmiszereken, vagy a nem csomagolt élelmiszerek mellett vannak, és ezért valami olyan látványos elemet kellett kitalálni, amelynél a fogyasztó el tudja dönteni, hogy milyen származású hústerméket szeretne vásárolni, és itt mindenképpen előtérbe szeretném helyezni azt, hogyha a fogyasztó mindenképpen magyar terméket akar vásárolni, akkor ne kelljen neki kutatnia azt, hogy most a jelölésen hol van rajta, illetve hol tudja elolvasni, hanem már szembetűnik a kis zászló alapján, hogyha megtalálja a magyar trikolort, akkor igenis onnan azt vásárolja, azt vegye meg, illetve hogyha valami másik országból származik, akkor az egyértelmű legyen, hogy az a baromfi hús vagy az a sertéshús máshonnan származik. Természetesen egy ilyen átállás nem megy egyik percről a másikra, ezért először a sertéshúsok kerültek ilyen jelölés alá, hogy így mondjam, vagy jelölési kötelezettség alá január 15-tel, és most július 15-tel pedig becsatlakozott a baromfi, a jó és a kecske húsok is. Ez minden 200 négyzetméternél nagyobb árusító helyre vonatkozik. Természetesen a termelői piacokra ez nem vonatkozik, ugyanis ott őstermelők, kistermelők forgalmaznak, akik biztos, hogy magyar terméket forgalmazhatnak csak. Természetesen húsról beszélek, tehát ott ennek nincsen létjogosultsága, mert csak magyar zászlók lengnének mindenhol. Ahol nem az, ott probléma lenne. De a jogszabály nem is vonatkozik erre, hanem kimondottan azokra a nagyobb boltokra, akik más származási országból is forgalmaznak ilyen csomagolatlan hűtött húsokat. Ugyanígy vonatkozik a zöldséggyümölcsre is ez a jelölés, annyiban, hogy ott a magyar származású termékeket kell a magyar zászlóval ellátni, tehát a fogyasztó igenis fogja látni, hogy magyar, ne a gyúristen cecei dinnyét tud-e megvásárolni a boltba. Kicsit másként ugye a helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem, olvashatjuk most már egyre több helyen ezt a székelymondást, de ez így van rendjén. Nos, tehát akkor mindez idáig jó tapasztalatokkal bírnak az ellenőrzések, én nagyon örülök, és természetesen erre majd visszatérünk, és most köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk, és ha már itt az utolsó gondolatsorban szerepet kapott a dinnye, igen, megkezdődött a dinnye szezon kicsit későn, Cecén is, és Cecén jártunk a magyar dinnyeföldek egyik nagyszerű emberével, Albert Istvánnal beszélgettünk, hogy milyen lesz az idén a görög dinnye. Nézzük meg együtt. Megkezdődött a dinnye szezon. Vegyük sorba, hogy mi minden történt az idén, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a koronavírus járvány odavágott a mezőgazdaság egy részének. Hát a dinnye termelőket ez talán kevésbé érintette, viszont a szélsőséges időjárás mindenképpen. Hiszen jószerűvel elmaradt a tavasz, ami nagyon fontos időszak a dinnyének is. Hát igen, a koronavírus nekünk nem a betegség meg egyebek jöttek, hanem az, hogy később jött meg a palánta, mind ahogy kellett volna, mert ugye kintről rendeljük a palántát bosnyákoktól.
elültettük, és utána nem tavasz volt, hanem ősz. Tehát olyan időjárás volt, hogy az éjszakai plusz 8 fokok, meg a hajnali 8 fokok, utána nappal is csak a plusz 20 fok, 18 fok volt, holott az kellett volna nekünk éjszakára, és nappal az a 28-30-32 fok. És ez hátráztatta a dinnyét, és ezért van az, hogy kb. 2 hetet csúszott a dinnye érés. Mennyire határozza meg a dinnye érését, illetve fejlődését az időjárás? Hiszen azért tudjuk, hogy ez egy kényes növény. Hát igen, nagyon sokban a fejlődés nagyon sokban behatárolja az időjárás, mert ugye vízzel, tápanyaggal azt mi tudjuk pótolni, de meleget nem tudunk neki adni, meg napsütést. Későn jött a nyár, ennek ellenére azért jó itt körülnézni, bár ugye azt mondják a termelők, hogy a mennyiség elmarad a vártól. Igen, elmarad. Én azt satszolom, ahogy látom, meg benn vagyok a dinnyeföldön, hogy körülbelül fele termésem lesz, mint tavaly volt. Valamennyit kompenzál az ár. Tehát nem sokat, de valamennyit kompenzál az ár. Nem mondom, hogy akkor a ráfizetés lesz, de körülbelül nullszaltósok leszünk a dinnyében. Hogy állunk minőségben, hiszen az mindennél fontosabb. Minőség az jó lesz, tehát ezek a mai melegek, tehát amik most vannak, már egy hete meleg idő, ez ízre, színre jó lesz, csak méretre kisebbek a dinnyék. A fajtáktól is nagyon függ, itt Cecén azért tudjuk, hogy főleg a te farmodon sokféle görög dinnye található. Melyik az, amit most a vásárlók keresnek? Hát most a nevét mondom, Roméria fekete dinnyébe, és a Rubin a csikos dinnyébe. Ezek a piacon a mérvadó dinnyék most jelen pillanatban. Azért azt látjuk, hogy hirdetik folyamatosan a magszegény dinnyét, ez beváltotta az elképzeléseket? Én nem termelek magszegény dinnyét, mert nem az, hogy nem értek hozzá, nem tud az annyit teremni, mint egy sima hagyományos. Lehet, hogy drágában el lehet adni, de méretre még kisebbek, nagyon nem szeretek apró dinnyét szedni. Hát ezt nyilván senki nem szereti. Most annak tükrében, ami történt az idén az árakkal, az árak a mennyiség és a minőség arányában elégedett vagy? Hát eddig részben. Részben, mert ugye július derekán kezdtük árulni a dinnyét, és most durván 2 hete, hogy áruljuk a dinnyét, tehát kevés idő lesz arra, hogy az ember összetudja szedni a pénzét, amit ér megdolgozott, hát ugye tavasz óta. Tehát nem lesz annyi idő, mert augusztus végén általában bezáródik a piac. Az előbb arról beszéltünk, hogy egy kicsit azért most hosszabb lesz, tehát hogy még szeptemberre is várható, ez jó egyébként? Hát majd meglátjuk, hogy az időjárás milyen lesz, mert augusztus 20-a után általában beszokott jönni az esős idő, és akkor nem kell senkinek a dinnye, bárcsak vénasszonyok nyara lenne. Sokat olvashattunk arról, hogy egyre inkább keresik a cecei dinnyét. Ez azért megelégedésére szolgál a gazdának, ugye? Igen, sokan keresik a dinnyét, a cecei dinnyét, meg árulják úgy is, hogy megveszik a nagybani piacon, és ceceiként adják el. Tehát ez nem biztos, hogy minden dinnye cecei dinnye. A termelőtől kell venni dinnyét, nem a nagybani piacról, vagy a nem tudni milyen árusoktól. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten, pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!